Díjazták a hétvégén Szovátán a kiváló pedagógusokat és azokat a középiskolásokat, akik kiemelkedő eredményeket értek el. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége két évente osztja ki az Ezüst Gyopár, a Mákvirág, a Bolyai Farkas és a Kós Károly díjakat. Szombaton tartották Szovátán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége hagyományos díjátadó gáláját, amelyen az Ezüst Gyopár díjban részesülő pedagógusokat és kiváló teljesítményű diákokat jutalmazták. Burus Siklódi Botond, RMPS elnök beszédében kiemelte, a tudás a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, és a legnemesebb cél, amiért dolgozni érdemes. Már hosszú évek óta díjazzuk azokat a pedagógus kollégákat, akik egy nagyon eredményes életpályát tudnak maguk mögött, nagy sikereket, oktatónevelői munkában elért eredményeket, amelyekkel a saját környezetükben váltak a kiválók közé, és őket jelölte a megyei, vagy körzeti, vagy széki szervezet a kitüntetésre. Idén 27 ilyen pedagógus díjazunk. A két évente odaítélt Ezüst Gyopár díjon kívül az ünnepségen, a tantárgyversenyeken, kulturális és sportrendezvényeken kiemelkedő eredményt elért középiskolásoknak járó Mákvirág díjakat is átadták. A matematikából kiváló eredményű középiskolásokat Bolyai Farkas díjjal, a magyar nyelv és irodalom anyanyelvápolás terén kitűnőket Kós Károly díjjal jutalmazták. A díjak elnyerése mind a tanárok, mind a diákok számára nagy megtiszteltetés. Györfi Erzsébet, csíkszeredai pedagógus, az egyik díjazott, arra bátorított mindenkit, hogy sose adja fel a kitartó munkát. Azt hiszem, hogy üzenetként azt tudnám megfogalmazni, hogy egy ügy mellett való kiállás, a kitartó munka, az mindig meghozza az eredményét. Még hogyha nem is díjakba méri az ember, viszont érdemes egy szép cél érdekéért dolgozni kitartóan, hosszú ideig. Az ünnepségen részt vett Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is, aki beszédében hangsúlyozta, a kitüntetettek több évtizedes életpályájuk során nem csupán tárgyi tudást adtak át, hanem a szülőföld, a magyar kultúra és az anyanyelv szeretetére, tiszteletére tanították diákjaikat.